adhatok-e belsőségeket a kutyámnak, kenőmájást adhatok-e neki? Természetesen arra gondoljunk, hogy a kutya ragadozó, és ha megnézzünk akármilyen csatornán olyan filmeket, ahol látjuk, hogy hogyan működik egy ilyen táplálkozás a ragadozóéknál, akkor azt fogjuk először látni, hogy az oroszlán meg az egyéb ragadozók, azok föltépik az áldozatuknak a hasát, és a belsőségeket fogyasztják el először. Ez mindjárt több kérdést is fölvet. Az első kérdés az, hogy a belsőségek ugye csak a májat jelenti-e, meg a tüdőt esetleg, vagy a meséket? Nem, hanem ez a gyomrot is, mondjuk egy kérődzőnél, egyébként a növényi alapanyagokkal, vagy növényi, összerágott növényi és előemésztett növényi rostokkal teli bendőnek az elfogyasztását is jelenti. Ebből az is következik egyébként, hogy a ragadozóknak is van szükségük növényi táplálékra, amiket magukhoz vesznek ilyen esetben, zárója bezárva. A belsőség az természetesen fontos. A vitamin ellátásuknak a legnagyobb forrása az a belsőség, és legfőképpen a máj. A máj egy olyan rezervoár, egy olyan depó szerv minden emlős állatban, minden szervezetben, amely anyagokat raktároz, nyomelemeket, makro-mikroelemeket és különböző vitaminokat, legfőképpen a zsírban oldódó vitaminokat, amelyekre nagy szüksége van a ragadozónak is. Ezeket ilyen úton tudja magáévá tenni. Ha csak szintisztán mindig a húst enné meg, nem enné meg a csontozatát, nem enné meg a belsőségeket, nem enné meg a belsőségen belül megtalálható növényi rostanyagokat, akkor ugyanolyan diétának tenné ki magát a ragadozó, aminek egyébként nem teszi, mert ennél okosabb, mint amit egyébként mi magunk elő tudunk idézni azzal, hogy azt gondoljuk például a szegény macskáról, hogy az csak húst fog enni, és egy életen át esetleg hiánybetegséggel küszködő állatot hozunk létre azzal, hogy csak húst, színhúst adunk a macskának, ami újra és újra előtérbe kerül időnként, és mindig el kell mondani ennek a hátterét, és akkor ha megértik az emberek, hogy ez egy diétás megközelítés, egy diétás étrend, a hús nagyon sok mindent tartalmaz, energiát és minden egyebet, de nem mindent, amire szüksége van az állatnak, és ha nem egészítjük ki, valamiféle kiegészítést nem professzionális módon teszünk ehhez hozzá, akkor belesodródunk egy komoly hiánybetegségbe.